Idén is több német nemzetiségi intézmény csatlakozott a Trachtag eseményéhez. A nagybányoki diákközösség néphagyományőrző viseletben sváb körtáncokat lejtve ünnepelte a magyarországi német népviselet napját. A programsorozat végén májusfát állítottak, aminek díszítése külön öröm volt minden diák számára. Snecné Orbán Anita tanító, az iskola német munkaközösség vezetője elmesélte, hogy a kezdetek óta részt veznek a Trachtag magyarországi hagyományőrző sorozatában. Valamint elmondta, hogy fontos szerepe van, hogy a diákok is tovább tudják adni ezt a népszokást. Úgyhogy igazából ez arról szól, hogy a népviseleteket összegyűjtsük, mindenki egy-egy népviseleti darabot húzzon föl a ruhája mellé. Ez a Trachtag erről szól országosan is. Én azt gondolom, hogy főleg a mai világban nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a hagyományokat tovább örökítsük ennek a generációnak is, mert a nagyszülők meg dédszülők már nem igazán élnek, ugye már kihaltak, és ezek a gyerekek otthon már nem találkoznak ezekkel a hagyományokkal, tehát fontos az, hogy itt az iskolában akár honismeret órán, mert nálunk ugye a honismeret is a helyi honismeretről szól, tehát a nagymányoki honismeretet tanítjuk, és az egyesületen belül és az iskola keretein belül is minél több ilyen nemzetiségi szokással megismerkedjenek, megtanulják őket. Tehát nálunk például minden nyáron van ugye tánctábor, ami egy ilyen sváb témára épül föl. Tavaly például a lakodalom volt a téma, az idén a farsangi, régi farsangi szokások lesznek a téma, és játékos kereteken belül gyönyörű szépen megtanulják a gyerekek ezeket a régi hagyományokat, és reméljük, hogy tovább is fogják adni őket. Hozzátette, minden kisgyermek szeret beöltözni népviseletbe, a lányoknál a fodrosszoknya a kedvenc, a fiúk pedig elsősorban a kalapokért rajonganak. Szeretik nagyon, főleg a kislányok, hát ugye ők ezt nagyon élvezik, a pörgős szoknyát. Mondjuk ami nehézség szerintem, hogy már nagyon kevés ruha lelhető fel a háztartásokban, úgyhogy inkább az jellemző, hogy mi mint egyesület hozunk nekik ruhákat, és akkor azokat fogták felhúzni. Próbálunk minden gyereknek, aki nem tud hozni, annak is ugye egy-egy darabot biztosítani, és igen, fogunk táncot tanulni, májusfát állítani. Mi mint tánccsoport szoktuk ezt tartani, mert ugye van gyerekcsoportunk, mi fogjuk bemutatni nekik, és akkor ők majd megpróbálják megtanulni tőlünk. Továbbá elmondta, eredeti minőségben éppen maradt ruhát nagyon nehéz fellelni. Ennek ellenére igyekeznek mindig hagyományőrzően öltözködni. Egy-két szoknya, egy-két felső, de inkább már ugye ilyen utángyártott ruhák vannak, de az eredetinek megfelelő ruhák. Sajnos a régiek már tönkre mentek, nagyon sok idő eltelt. Hát a fiúknál a kalap szokott, ami egyértelmű szerintem, mert ugye az egy ritkán viselt darab, és azt tetszik nekik. A lányoknál egyértelműen a szoknya, tehát én azt gondolom, hogy azért a kislányokat egy szép pörgős szoknyával meg lehet fogni. Voltak, akik a nagyszülőktől vagy a dédszülőktől kaptak nemzetiségi ruhadarabokat, akik azonban nem rendelkeztek ilyennel, azoknak az iskola vezetése biztosított. Pikány Nesta és Dávid Sára elmesélte, hogyan néz ki az általuk hordott népviselet. Ma fogjuk állítani fel a májusfát, és ma mindenki beöltözött. Igen, mindenkinek fel kellett valamilyen német ruhát, vagy valami ilyen népviseleti ruhát fel kellett húznunk. Rajtunk ilyen német népviselet. Igen. Szoknya, meg ing, meg mellény, meg kötény. Május fállítással ért véget nagymányokon a Trachtag ünnepsége, ahol minden diák megtalálta a hagyományőrző programok között a kedvencét. Oh, my God.